A Magyar Közlönyből tudta meg a második kerület polgármestere, hogy a kormány nemzetgazdaságilag kiemelt beruházásnak nyilvánította a Radecki laktanya átépítését, ezáltal elvonta az önkormányzat maradék jogosítványát is az üggyel kapcsolatban. A polgármester azt várja a kormánytól, hogy tegye nyilvánossá a döntéshozatali eljárást. Őrsi Gergelyt kérdezzük. Jó estét kívánok a polgármester úrnak. Ne is talán teljesen a konkrét ügyről beszéljünk, de arról a folyamatról igen, hogy ilyet azért már nagyon sok ellenzéki kerület és városvezető látott, hogy fölülről belenyúlnak a kerület vagy a városa életében, kormányzati szinten, és igazándiból túl sok lapot nem osztanak. Mit lehet ilyenkor tenni? Igen, jó estét kívánok. Ez egy folyamat része, ahogy mondja. Ez kezdődött azzal, hogy az önkormányzatoknak a hatáskörét megcsorbították. Az, hogy az építés hatósági jogosítványok gyakorlatilag elkerültek most már teljes egészében az önkormányzatoktól, és egy minimális hatáskörük maradt arra, hogy a saját területükön pontosan mi és hogyan épül, ez egy régebb óta elkezdődött folyamat. Itt az, hogy műemlék védelem alatt álló, sőt UNESCO védelem alatt álló épületekhez nyúlnak hozzá, az ennek a folyamatnak talán a csúcsa. Az, hogy kiemelt, vagy talán inkább kiszemelt beruházásra nyilvánítanak egy-egy olyan épületet, ahol szeretnék az önkormányzatok maradék jogosítványát is mellőzve, a lehető leghamarabb, a szabályokat felülírva, kikerülve megépíteni, az elfogadhatatlan. Ezekért küzdeni kell, és nem azért, mert az alap eset szerintem mindegyik épületnél, amiről a közelmúltban szó van, vagy éppen a Radecki laktanyáról. Abban szerintem mindenki egyetért, ahogy a Lánchíd esetében is, hogy egy ilyen értékű épületet vagy építményt azt meg kell újítani, fel kell újítani. De az, hogy ez hogyan és milyen formában történik, és hogy ez zárt ajtók mögött dől el egy ilyen épületnek, vagy egy beruháznásnak a sorsa, vagy a környéken élők bevonásával transzparensen, az nagyon nem mindegy. Ugye most az elmúlt időszakban több olyan helyi ügyet is láttunk, ami elérte az országos sajtó inger küszöbét, éppen a tiltakozás mértéke miatt. Ugye szó volt a hajógyári sziget beépítéséről, most a Velencei tónál lesz egy újabb tüntetés. Mind múlik az, hogy a helyiek mennyire tudnak erőt mutatni? Most ez visszatérő kérdés ez ebben a mai adásban, hogy erőt kell mutatni. Szerintem a nyilvánosság ereje az borzasztóan fontos. Én ezért is köszönöm, hogy itt lehetek és beszélhetünk erről. Ha a helyiek nem tudnak magáról az ügyről, akkor tiltakozni sem fognak. Az, hogy egy magyar közlönyben megjelenő kormányrendelet, ami egyébként nem csak a Radecki laktanya épületére vonatkozott, hanem az azt megelőző oldalakon éppen egy aligai beruházás sorsa dölt el hasonlóan, ugye ez a kettő együttmozó, az azt jelzi, hogy még csak egy sajtóközlemény sem jelenik meg, vagy egy tábla sem kerül ki, hogy itt hamarosan egy kiemelt kormányzati beruházás zajlik, és a környéken élők és a vízivárosiak bele sem tudnak szólni, ha nem tudnak róla. Ezért őket első körben tájékoztatni kell arról, hogy itt mi készül, az pedig elengedhetetlen egy ilyen mértékű beruházásnál, hogy minden egyes részletről egyébként közösségi egyeztetés történjen, és a nyilvánosság bevonásával valósuljon meg. Innen visszakozni már valószínűleg nem lehet, tehát nem fogja azt mondani a nem tudom, jövő heti magyar közlemények kormány, hogy oké, akkor mégsem nemzetgazdaságilag kiemelt beruházás az átépítés. Megpróbálnak csak az egyeztetésbe jobban bevonódni? Azért furcsa ez a helyzet, mert itt voltak egyeztetések. Az önkormányzat, az örökségvédelem, a kormányhivatal között. Az, hogy kiemelt kormányzati beruházássá vált, ugye a magyar közlönyben leírtak alapján, itt gyakorlatilag minden építési szabályzatot ebben felül lehet írni. Hogyha megvalósul az, hogy akár az önkormányzatot, akár a környéken élőket, a civileket bevonják, egyeztetnek, tájékoztatnak, adott esetben befogadnak olyan véleményeket, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy egy beruházás az úgy valósuljon meg, hogy az tényleg méltó legyen ahhoz a helyhez, ahol áll, és ahhoz a történelmi múlthoz, amivel ez az épület rendelkezik. Vissza kell ülni szerintem a mederbe, akkor is, ha kiemelt. Be kell vonni a közösséget, be kell vonni az önkormányzatot. Mennyire optimista ezzel az átlátható és folyamatos egyeztetéssel kapcsolatban? Én alapvetően azért vagyok optimista, mert egy hasonló műemlékvédelemnél, szintén a közelben, a Margit körúton, ott egy platánfa sorsa pecsételődött meg majdnem. És
Ott nem volt kiemelt kormányzati beruházás, de semmilyen hatásköre nem volt gyakorlatilag az önkormányzatnak, mégis sikerült megmenteni egy hatalmas platánfát. Én azt hiszem, hogy platánfa, meg egy laktanya, az nagyságrendileg nem ugyanott van. Nem ugyanaz van, de annak az elején sem fogadtak volna sokan arra, hogy az a fa életben tud maradni. De ott is a nyilvánosság ereje, ott is a környéken élők, és az az ellenállás, az a civil ellenállás, és az a tárgyalássorozat, ami elkezdődött ott, és be is fejeződött, az eredményre vezetett. Vannak sejtéseik azzal kapcsolatban, hogy miért egyenesítették ki ezt az utat kormányzati szempontból a laktany átépítéssel kapcsán, melyik esetleg kormányhoz köthető érdekcsoport van itt a háttérben, ha van egyáltalán? Én azt hiszem, hogy kiemelt kormányzati beruházások nagyon ritkán, talán egyáltalán természetesen vannak, tehát vannak kormányzathoz közeli érdekcsoportok és tulajdonosi kör. Egyébként nagyon érdekes a történet, mert ezt egyszer már pont a miniszterelnökség állította le a Radecki laktanyának a bontását. Még Lázár János szólalt fel, vagy lépett fel határozottan, amikor már félig lebontatták a kaszárnya épületét, és utána történt egy tulajdonosváltás, utána szintén tisztázatlan volt az, hogy pontosan melyik része a műemlékvédelem alatt az épületnek, majd most jött ez a kormányzati beruházás, vagy kiemelt beruházásra nyilvánítás. Hát nyomon követjük a laktanya sorsát. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és önöknek is köszönöm szépen a figyelmet. Tartsanak velünk a továbbiakban is ma este, és utána pedig szép hétvégét, jó pihenést!